DVTK. A borsodi és a Volkswagen bemutatja. We are expecting Saud. Egy sokkal erősebb Diósgyőre számít az első olyan alkalommal, amikor egy közelebbi erősségű csapattal játszunk, tehát egy hozzánk hasonló játékerőt képviselő csapattal fogunk játszani. We need to improve in many ways. I told always. I mean, in my opinion, if you compare the recent match. Ez közölt változásokat, minden változáshoz természetesen idő kell, hogy megfelelően működjön. Sok mindenbe kell a csapatnak fejlődnie, de hogyha mondjuk megnézzük a Debrecen elleni mérkőzésen nyújtott teljesítményt és az MTK ellen nyújtott teljesítményt, a csapatban látható egy fejlődés, azt a fajta egyensúlyt kell megtalálni, hogyha mondjuk megnézzük az MTK mérkőzését, a Puskás mérkőzést, hogy egy olyan középút legyen, ami egy sokkal markánsabb, jobb teljesítményt fog tudni a csapat magából kihozni, amivel itthon sikeresek lehetünk, viszont úgy érzi, hogy a csapat egy nagyon jó arcát fogja a holnapi napon mutatni. All the matches we need to play, we need to fight, because everybody know that our level is to fight and remain in first division. In this situation, Haladas, in my opinion, have a solid team. Minden meccse harcolnunk kell, tehát fontos, hogy a csapat azt a harcos arcát megmutassa, ami ahhoz kell, hogy elérjük az idei célkitűzéseinket, ami nyilván nem lehet más, mint hogy stabilan bent tudunk maradni az első osztályba. Egy ilyenfajta cél eléréséhez nyilván egy olyan erősség kell, hogy a csapattól kijöjjön vagy megmutatkozzon, hogy minden meccsen harcol, minden meccsen mindent megtesz, és ebben úgy gondol, hogy most egy olyan ellenfél fog érkezni, aki hasonló helyzetben van, mint mi. Van egy stabil csapatuk, hazai pályán sokkal sikeresebbek, múlt héten a Puskás ellen egy jó eredményt tudtak elérni, azt láthattuk, viszont idegenben gyengében szerepelnek, van most 3 játékosuk, akik nem fognak tudni játszani, és a csapat erősségei, ugye Jagodics, Priskin, és valószínű, hogy a Kulcsára sérülése miatt még nem fog tudni visszatérni, és ezért gondolja úgy, hogy egy sokkal harcosabb csapatnak kell itthon hazai pályán kiharcolni a győzelmet, egy hasonló szituációban lévő csapat ellen, akinek szintén az a cél, hogy az első osztályba bent tudjon idén maradni. Branko egész nyáron edzésbe volt, dolgozott, jól nézett ki az edzéseken, úgyhogy készen áll arra, hogy bemutatkozzon, és arra, hogy segítsen a csapatnak holnap a pályán. Az imidzsünket is meg tudja határozni, hogy ezeken a mérkőzéseken ott szereplünk. A legfontosabb az a holnapi, de úgy látja, hogy hasonló a helyzet, mint ami az elmúlt években volt, vagy tavaly volt. Van 6-7 csapat, egy csoport, aki egymás ellen fog azért versenyezni, hogy a első osztályú tagságát meghosszabbítsa. Most olyan csapatok jönnek, akik szerint hasonló helyzetben vannak, mint mi, vagy ehhez a csoporthoz tartoznak. Ezért nagyon fontos, hogy legfontosabban, ugye, vagy leghamarabb a holnapi meccsből jöjjön ki jól, de ez az egész sorozat jól sikerüljön, hiszen ha ezekből jól ki tudunk jönni, akkor a célunkhoz tudunk közelíteni, amit a maratoni verseny végén kell, hogy elérjünk.